Több mint két évvel ezelőtt az országban elsők között Szabolcs-Szatmár-Berekben is megalakult a Megyei Értéktár Bizottság, amelynek feladata a térség értékeinek felkutatása, védelme és megőrzése. Körülbelül 30 település döntött már úgy, hogy a helyi értéktárakat kialakítják. Az lenne a jó, hogyha a megye összes településén létrejönnének ezek a helyi értéktárak, elvégeznék a helyi közösségek azokat az értékfeltáró munkákat, amikkel számba vehetik a saját értékeiket, hiszen az érték teremtés, az érték őrzés az egyfajta gazdasági alapot is jelenthet egy-egy településnek, hogyha csak a szatmári szilvalekvára gondolunk, ami ma már Hungarikum, és a megyei értéktárban is bent van. Azt gondolom, hogy ez munkahelyteremtő értékként is jelen lehet a szatmári településeken. Többek között Nyíregyháza és Ajak után most Tiszavasváriban látható a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek tárának vándor kiállítása. A település polgármestere a megnyitón kiemelte, aktualitása is van a tárlatnak, hiszen idén alakult meg a Tiszavasvári Értéktári Bizottság. Fő feladatuk, hogy a következő hónapokban felkutassák a város értékeit. A kiállítás irányt, ötletet adhat a kutatási munkálatokban résztvevőknek. Mi úgy terveztük az idei évben, hogy egy 7-8 olyan fontosabb kulturális, művészeti, gasztronómiai értéket próbálunk felvetetni először a helyi értéktárunkba, amelyet majd a későbbiekben, talán már a jövő évben a megyei értéktárhoz is fel tudnánk terjeszteni. Most a teljességigénye nélkül, ha azt mondom, hogy Kabai János volt az a személy, aki a gyógyszerészetnek az egyik úttörője, forradalmára volt, én úgy gondolom, hogy Tiszavasváriról nagyon sok mindenkinek eszébe juthat Kabai János, és az ő életpályája jelenthetné az első olyan apropót, vagy az első olyan értéket, amely nem csak a mi helyi értéktárunkban, hanem akár a megyei értéktárban is szerepel. Kabai Jánosról, munkásságáról már most külön kiállítást tekinthető meg a helyi múzeumban, ahol jelenleg egy veterán motorokról szóló időszaki kiállítás is várja az érdeklődőket.